Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be Bonyhád város vezetése, és Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője, a Völgységi Város sport célú fejlesztését és az arra nyert több mint 1,5 milliárd forint állami támogatást. Mint azt a nemzetpolitikáért felelős államtitkár a térség képviselője hangsúlyozta, a sport és rekreációs központ kialakításának a legnagyobb nyertesei a gyermekek és a fiatalok. 1 milliárd 567 millió 180 ezer forintot kaptunk erre a fejlesztésre. 2020. december végéig kell a beruházásoknak elkészülni. Én azt gondolom, hogy ez az új fejlesztési lehetőség is a város sport életét fogja fejleszteni, hiszen amikor sportról beszélünk, akkor nem csak a versenysportot kell megemlíteni, hanem a tömegsportot is, és akár a mindennapos testnevelésnek a támogatását. Én úgy gondolom, hogy ezzel a fejlesztéssel is elsősorban a gyerekeket és a fiatalokat támogattuk, ami egyébként a magyar jövő szempontjából legfontosabb. Bonyhád egyedi kérelem alapján nyerte el az állami támogatást. Ennek köszönhetően a Völgységi Városban sport- és rekreációs centrummá bővítik a városi sportpályát, összekapcsolva a jelenleg kihasználatlan és üresen álló Perccel kúriával, ami a jövőben rendezvény- és sportközponttá alakul át, megőrizve az épület műemlék jellegét. A sportpályán 2000 négyzetméteren atlétikai pályát alakítanak ki, futópályát rekordtámborítással, de felújítják az öltözőket, korszerűsítik a center és edzőpályákat, teniszpályát és egy 36 férőhelyes szurkolói parkolót alakítanak ki. Az elmúlt években Bonyhád majd 3 milliárd forint állami támogatást nyert egyedi kérelem alapján a kormánytól. A 750 millió északi elkerülő útnak a megépítése rögtön a ciklus elején, kezdő polgármesterként ezzel kezdtem a tevékenységemet ennek az intézése ügyében. A második a sportcsarnok felújítására, amire 674 millió forintos támogatást kaptunk, és most az 1 milliárd 567 millió 180 ezer forint. Ezt a három összeget, ha összeadjuk, ez tényleg néhány millió forint, ilyen 3 milliárdot tesz ki. A pályázati forrásból elnyert 6 milliárd, ez az egyedi döntéseken alapuló 3 milliárd összesen 9 milliárd forint. 5 év alatt egy város életében én azt gondolom, hogy a helyemben bárki örömmel állna most. 2019-ben a most bejelentett sportcélú fejlesztéseken kívül a város szennyvízhálózatát és a csapadékvíz elvezetését is rendbe teszik, de egy egészséglogisztikai központ is megépül a városban.